világ. Színész benne minden férfi és nő. Azért választottuk, mert gazdag, játékos és bolond darab. Ez nekem fontos volt, hogy szabadra engedjem a fantáziámat. És hát Shakespeare erre nagyon alkalmatos. Rosalina. Atyámnak rajtam kívül nincs gyermeke, és ahogy így elnézem, meg is lesz. Hát szavamra, halálokon, te leszel az örökse. Mert amit elvett atyából előszakal, azt én visszaadom neked. Illékkoktérbe helyeztük, műanyag lapok egymás mellettisége, ami ezt a szabadságot nagyon jól szolgálja. Az erdőben egy ilyen mozdulat az azt jelenti, hogy ágak közül bújtál elő, az udvarban pedig, ami nálunk egy 21. századi hangulatban lett ágyazva, ott pedig nyilván egy függöny fényre húzása, vagy akár ajtóként használható. Hogy hívod, ifjú ember? Orlandon a kettőért. Roland Duba, harmadik fiam. Jobban örülnék, ha más apáraton a gyermeke. Tisztes atyádat mindenki becsült, de úgy is nektem, mint ellenségelek. Diadalom jobban tetszenék, ha más családnak volna a gyermeke. De éppen derék ifjú lovag vagy. Tehát miért nem más pontál atyádat? Ez egy nagyon érdekes kérdés, amíg az ember azt megtalálja, hogy mi az erdő, mert minden egyes gondolat menetnél, amit rá akar az egészre vetíteni, akkor egyszer csak fölfessék az ő, és kiderül, hogy valamit nem fed le. És akkor rájöttem, nem kell lefedni, ahogy tetszik. Tehát számomra arról szólt, hogy élünk mi, ahogy élünk, telefrusztrációval, hazugságokkal, most az udvari életről beszélek, amivel ugye nem nehéz beazonosítani, szinte közhelyszerű megoldásokat kínál, meg is csinálom őket. De ha egyszer ez van, akkor erről tudok beszélni. Jól küzdöttél, s többekre győztél, hogy ellenfogni. Jössz, Rosalinda! Futok. Isten veled. Milyen indulat termeszti nyelvemet? Nem merek szólni hozzá, pedig őrkéhez. Legény Orlandó, véged van. Alapvető mozgató rugója Rosalinda és Orlandó szerelme ennek az egésznek. Az egésznek a kovásza, ő rendezel mindent, ahogy illik egy Shakespeare darabnál, egy ilyen intellektusú női szereplőnél. Édesatyám nagyon szerette a papáját. És következik ebből, hogy te nagyon szeresd a fiát? Ezen az alapon nekem gyűlölöm kéne, mert atyám nagyon gyűlölte az ő apját. Mégse gyűlölöm Orlandó. Ez én kedvem, én legyűlölt. Miért is gyűlölni? Hát nem értem el, mert minden jó. Hadd szeressen én ezért. De meg szeressd, mert én szeretem. Szent a holnét, és hagyd el udvarunkat, de gyorsan! Én vagy? Te udvarod. Ha 20 mérföldi körzeten leszel, az udvarunktól 10 napon belül meghalsz. Élünk ebben a mai tényleg lelkileg szétzilált és züllött és csak befelé a másikra nem figyelő létezésben, és az erdő az nem más, mint egy esély arra, hogy ha kiszakítjuk magunkat ebből a környezetből, és csak lerázod magadról a beágyazódottságaidat, akkor csak tisztában látod önmagadat. Hogy szólítsalak, ha férfi leszel? Legalábbis úgy, ahogy Jupiter apródját hívták. Nevem Galileo lesz. És a tiéd mi legyen? Utaljon egy kicsit a helyzetemre. Nem Célia, hanem Álmina lesz. Álmina? Megpróbáljuk meg apád udvarából kirakni azt a jókedvű bolondot. Meg lehet találni azokat a pontokat, ahol egy bohóc, egy próbakő, mit jelent ma egy értékes ember, rálát a saját helyzetére, látja, hogy mi veszi körül, de ahhoz nem elég, nem hős, hogy forradalmat indítson, a jellemnek eme torzulásai jelen, hanem látja és megmutatja őket is. Tehát, hogy ami a bohóc. Ami az enyém, az nem a tiéd! Mert szónokatlani képlet, hogy az ital, ha kancsóból pohárba öntik, az egyiket így megtöltve üresen hagyja a másikat.
minek utána minden író egyetért abban, hogy az Ipse annyi, mint ő, annak okáit az Ipse nem te vagy, hanem én vagyok ő. Kiféle ő? Ő, uram! Ő! Aki ezt már eségül megy, az a nő! Nem! Tehát a több fiúkon megégált, ami közösséges nyelvet annyit jelent, hogy kerüld Madame-nak, ami közben késő szóval azt jelenti, hogy ennek a tésasszonynak a cirkumstanciáját és parasztosan a szoknyáját. Ami viszont annyit mond, hogy megégált Madame a cirkumstanciáját, mert különben megkerepelsz, az, hogy jobban megérzi, meghalsz! Rosalinda, aki hozza magából azt a szorongás kupacot, amiben a hercegi világban élt, logikusan azt mondhatná abban a pillanatban, amikor meglátja Orlandót, hogy szervusz, én vagyok a szeres. De egyszerre játékosan, egyszerre félelemből és frusztrációból nem vállalja fel önmagát, hanem elbújik egy szerepbe. Tulajdonképpen egy picit aljas módon visszaél egy helyzettel, és Orlandóról sok mindent megtud így. Az életünk azt pedig sokra tartom, még ha varázsnónak is mondom magamat. Öltöztet a legjobb ruhát. Hívd meg a barátaidat is. Mert ha meg akarsz nősülni holnap, meg fogsz. Mégpedig Rosalindával. Az erdőben bolyongók megtisztulnak ezen szerelmi sétám, amiben oda csatlakoznak a Rosalindához. Közben én azt gondolom, itt az az érdekes, hogy megmártóztunk az erdőben, összeszedtünk valamit, vagy akár egy előadásban, a színházban. Tehát, hogy megtisztulván egy előadásban nézőként és játszóként kimenjünk az utcára, visszamenjünk a hercegi udvarba, és a magunkkal hozott dolgokkal valamilyen módon sáfárkodva vagy jobbak leszünk, vagy egy másodperc alatt ugyanoda esünk vissza, ahonnan érkeztünk. Az vagyok én fővéért. Én meg Ganimédeszért. Én meg Rosalindáért. Én meg senki fejér személyért. A csupa hűség lenni és hódolat. Az vagyok én fővéért. Én meg Ganimédesz iránt. Én meg Rosalinda iránt. Én meg senki fejér személyért. A csupa álom lenni és képzelet. És csupa szenvedély. És csupa vágy. És imádat. Hűség. Odaadás. És türelmetlenség. És türelmetlenség.